Egyre szélesebb körben terjed az amatőr autósport, melynek egyik méltán közkedvelt ága a Georally. Ennek színes eseménye volt a napokban Pécsett a második Intercolor Kupa tájékozódási és ügyességi autóverseny. A közel 50 induló négy szakaszban körülbelül 180 kilométert tett meg. A verseny reggeltől éjfélig tartott, ez idő alatt az indulási titkos itiner alapján számos ellenőrző pontot és pecsételő helyet kellett megtalálniuk a résztvevőknek, akiknek a nap folyamán számos egyéb feladatot is meg kellett oldaniuk. Az időjárás és a szervezők is megizzasztották a versenyzőket, akik ennek ellenére, vagy éppen ezért, egy emberként fogadták meg, hogy a legközelebbi túrán újra rajthoz állnak. A Georally az az autósport, ahol bárki elindulhat, kipróbálhatja ügyességét, talpra esettségét. Nem kell különlegesen felkészített autó sem, hiszen rendes forgalmi viszonyok között a Kressz szabályait betartva kell autózni. A következő nagyobb verseny augusztus 20-a és 23-a között lesz, melynek résztvevői Budapest és Észak-Magyarország útjain mérik majd össze erejüket. Mai sportösszefoglalónk a szabadidős tevékenységből sportá, sőt, egyeseknél életformával előlépett bodybuildingről szól. Nézzük meg együtt egy jeles képviselővel készült riportot. Előzőleg nem ismertük egymást, a meggondolás csupán abból adódott, szerettünk volna valakit, egy igazi profi testépítőt megmutatni az itteni közönségnek, az a sportbarátoknak. Ez egy picit szubjektív, nekem ő kedvencem, sikerült őt telefonon elérni, egyszerűen felhívtuk, leküldte a szerződését, és ilyen módon került ő hozzánk. Mennyi ideig lesz itt, és miből áll ez a mai program, vagy egyáltalán lesz-e folytatás? Tehát gondolkodtok-e abban, hogy majd esetleg folytatása következik? Tegnap érkezett repülővel, ma délelőtt 10-től délig fél egyig egy szemináriumot tartottunk, egy kötetlen beszélgetés formájában lehetett tőle kérdezni, beszélt az edzéséről, profi és nem profi múltjáról, az elképzeléseiről, edzéselméleti táplálkozás tudományjal kapcsolatos kérdéseket tettek föl neki az érdeklődők. Most 4 órától lesz egy bemutató, ahol ő pózolni fog, egy show jellegű dolog lesz ez. A folytatásról pedig csak annyit, hogy szeretnénk a továbbiakban, későbbiek folyamán meghívni más komoly testépítőket is. Hát ha nem mondom, hogy egy rendszer, de valami formában vissza fogunk térni még erre a dologra, másokat is meg szeretném még hívni. ...1966-ban születtem, és nagyon sokáig eladóként dolgoztam egy üzletben. 8 éves koromtól 16 éves koromig fociztam. Aztán 16 éves koromban kezdtem el a bodybuildinget, úgy, hogy úszómesterem, akit nagyon szerettem, ő irányított erre a nagyon kiváló pályára. Hogy hogyan néz ki egy napi rendem? Reggel 7 órakor kelek, és rögtön utána 1 órát kerékpározom, majd 8 és fél 9 között étkezem valamit. 11 és 12 között van az első igazán komoly edzés, majd ebédidő, masszázs és pihenés következik. Este még módot találok arra, hogy 2 órát edzem. Nagyon sokat kell aludnom, sokat pihenek. Tejet, tojást, ásványanyagokat és nagyon sok fejétét fogyasztok. Profi vagyok, ebből élek, a bemutatók hozzátartoznak az életemhez, hiszen 47-en keresztül vagyok úton egy évben, és ide is nagyon szívesen jöttem, annak ellenére, hogy nagyon keveset tudok a magyar bodybuilderekről. Bármikor hívnak, szívesen jövök. A célom az, hogy ezt a nagyon szép, de nagyon komoly erőpróbát igénylő sportágat minél több emberre megszerettessem, köztük itt Pécsen, ahogy elnézem, nagyon sok híve van ennek a sportnak. Én most érzem azt, hogy Magyarországon most érett arra az időre a body és a fitness. Az az idő már elmúlt, hogy a pincébe régi saját maga összeparkácsoltunk valami gépet, és csinálunk egy stúdiót. Ma ezek a fitness stúdiók mindig nagyobbak, épp most rendezünk be egyet Budapesten, 1500 négyzetméter, ami ez egy ilyen szabad időt az emberek ott eltöltik, mert az embereknek is mindig több a szabad idejük, és akarnak a fitnesszel. Ez most egy divat is, meg gondolom ez tovább is fog maradni ez az egész. És az emberek, ha elmennek egy stúdióba, akarnak szaunát, akarnak szép zuhanyzóhelyet, szoláriumot, szórakozni akarnak, fiatalok, lányok, fiúk akarnak kicsit megismerkedni. Úgyhogy ez, ami Németországban, ez már megvan, úgyhogy ez most alakul itten, én szerintem Magyarországon. És Pécset milyen a fogadókészség? Jó város ez ilyen szempontból? Tehát az embereket is beleértve, a sportolók? Én szerintem Pécs az egy elég nagy város, úgyhogy vannak is itt pár jó stúdiók,
és azt mondom, hogy vannak annyi sportoló van itt, hogy ezt hogy az embereket itt el tudják látni a stúdióval, és én szerintem mindig az fog megmaradni, aki a legjobbat nyújtja, és foglalkozik a sportolók, akik oda járnak a stúdióba.